Növekvő diák létszámmal és több újdonsággal kezdte meg az új tanévet a Párkányi Ady Endre alapiskola. Az alsó tagozaton 71 tanulóval kezdik a tanévet, és a felső tagozatra is 19 gyermek jött a környező iskolákból, tudott a stábunkkal Fodor Zsuzsa igazgatónő. A magyar tannyelvű alapiskolában tehát jelenleg 667 tanuló jár. Az idei tanévre új szaktantermek is létesülnek az iskolában, mégpedig egy uniós nyertes pályázatnak köszönhetően. Kémiai és biológiai laboratórium, illetve szaktanterem, politechnikai műhely, számítógépes szaktanterem is lesz az alapiskolán, ráadásul a könyvtárat is bővítik 3000 kötettel. A tantermeknek az állaga készen van, tehát ami az építkezési része megvan, a felszerelésből még hiányzik. Tehát például hiányoznak még a könyvek a könyvtárból, körülbelül 3000 kölcsönözhető könyvvel fog bővülni a könyvtár. Azon kívül a szerszámok a politechnikai szaktanteremből, tehát az alap, bútorzat és minden készen van, hiányoznak a szerszámok. Számítástechnikánkra megvan minden, csak várjuk azt, hogy bekösse valaki és elindíthassuk. A kémia laborból szintén még az eszközök hiányoznak. Tehát nagyjából elindulhatnánk szerintem egy hónapon belül. Mint az igazgatónő elmondta, most már lesz egy olyan új szaktanterem is, ahol csak oktatási célokra az okostelefonokat is lehet majd használni a tanítási órák idején. Felkötötték a padláson a legelső gerendát.